Szeretettel köszöntöm Önöket, titeket a Filmkompóból című még bemutatója alkalmából szervezett beszélgetésen, ahol a fordítókkal fogunk egy kicsit elbeszélgetni a műszületéséről, illetve a készítés körülményéről. Én Tapó Ferenc vagyok, az LDBTK japán tanszékéről, a fordítók pedig Szemelei Márton és Fülöp József, mindketten a Károly Gáspár Református Egyetem oktatói, de egyéb munkásságokról is azért néhány szót ejtenék. Fülöp József a Hyperion fordítói műhely alapítója, illetve vezetője, és a Károly német nyelv és irodalom tanszékén oktat. Hosszan sorolhatnám, hogy milyen témakörökben, de talán kiemelni belőle az irodalom történetet és irodalom elméletet, illetve a műfordítás elméletet és a műfordítást. Számos vonatkozó kötet szerkesztője és számos kapcsolódó tanulmány szerzője is. Szemerei Márton pedig a japán tanszék oktatója, szintén a Károlyin japán nyelvet, nyelvészetet, kambunt is oktat itt. Korábban a Magyarországi Japán Nyelvoktató Társaságának alelnöke volt, és számos nyelvészeti fordítás elméleti tanulmány szerzője. A mű pedig, amelyről ma este beszélgetni fogunk, egészen frissen jelent meg, itt tartom a kezemben, és az a címe, hogy a Fűkunhóból. Most persze, hogyha nagyon pontos akarok lenni, akkor ez több mű egybe kapcsolva ebbe a nagyon praktikus zsebbevaló, ahogy itt a fordítókkal beszélgettünk róla kötetben, de én mégis úgy fogalmaznék, hogy ez egy munka, amely három részből áll. Yoshishige no Yasutane Chiteiki című művét, Kamamon Chomei Hojoki című művét, és Basil Banting Chomei Toyamában című, Chomei Toyamában nemzeti címeket mondom, költeményét tartalmazza. És amit kiemelnék a magam részéről, hogy ez egy kétnyelvű mű, illetve háromnyelvű, abban az értelemben, hogy minden fordítás mellett ott olvashatjuk az eredetit, erről majd bővebben is lesz szó, és egy abszolút tudományos igényű, de nem kizárólag egyetemi célra készült fordítás, tehát nincsenek benne hosszú és fárasztó lábjegyzetek minden egyes sornál. Ellenben a kötet végén egy nagyon szép és kimerítő értelmezést vagy olvasási segítséget kapunk szintén a fordítók tollából, a mű olvasásához, és nagyon precíz abban a tekintetben is, hogy komoly bibliográfiát tartalmaz az említett művek fordításaiból, illetve térképeket és egyéb segédanyagokat a kötet végén. És ezzel át is adnám a szót a fordítóknak. Először arról kérdezvén őket, hogy mikor, hogyan született meg ennek a műnek, vagy a benne szereplő egyes adatoknak a fordítási ötlete, terve. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ez egy lépésekből összeálló folyamat volt, aminek az indulpontját nem egészen könnyű meghatározni. Az egyetemen volt egy műfordítás óránk, ahol a most megjelent kötet hősüvegének a bevezetőjével rukkoltam elő még annak idején, és az volt az első pillanat, amikor közelebb viszonyba sikerült kerülni ezzel a szöveggel, és aztán József írt egy doktori diszertációt az eszéről, aminek kapcsán megkeresett, hogy az ázsiai eszével mi a helyzet, és hogy mi lenne, ha készítenénk egy ilyen fordításkötetet. Ha jól emlékszem, akkor ez volt egy nagyon fontos állomás, és aztán készültek a fordítások a maguk tempójában. Nagyjából 2011-ben készültek el, és ezt követően Japánban volt egy olyan katasztrófa, a kelet-japáni földrengés,
amiből meghalt 20 ezer ember, és adjövelet nagyjából kiadás kész a kötet, de úgy tűnt, hogy ez nem a legjobb pillanat arra, hogy egy ilyen mulandóságról szóló könyvet kiadjunk, és nem ez volt az egyetlen ok, de ez is közel játszott abban, hogy végül is vártunk már elég sokat, és aztán idén év elején meg úgy tűnt, hogy ez nagyon aktuális válik a dolog, úgyhogy elkezdtük szervezni a kiadást. Mindig szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban is a történethez hozzátartozik, hogy régi vágyunk volt ez, hogy legalább a Hódzsó ki megjelenjen magyar nyelven, lévén, hogy ez az első magyar fordítása. Annak dacára, hogy a japán nyelv megalapozója, illetve elindítója, irodalmi nyelvre gondolok, majdnem minden európai nyelvre le van fordítva, még eszperantó nyelven is olvasható. Németül 4-5 fordítása van, angolul úgy szintén, és hiánypótlónak szántuk. És Mártonnak köszönhető, hogy vendégszövegekkel is elláthattuk, így elsősorban játszott a művével ezt a szöveget, és ez szerencsének, hogy egy 20. századi költő Bántin is vele került a fokerbe. Erről kell a legkésőbb. Hát annyival később, hogy azért én most feltenném azt a kérdést, miután úgy fogalmaztam, hogy ez három mű fordítását tartalmazza ez a kötet, de én mégis úgy gondolom, hogy ez egy szoros egység, és azt Marci már egy felmondattal említette, hogy a mulandóságról szóló kötet. Természetesen a mulandóság az a központi gondolat, vagy érdekes a buddhista kontextusban, hogy ez milyen mértékben gondolat, de a mulandóság az, ami ezeket a szövegeket összefogja. De arról kérdeznélek, hogy szorosabb értelemben hogyan kapcsolódnak össze ezek a szövegek, mert hogy nem pusztán ennyiről van szó, ugye itt a címre is utalok erre, hogy más kumbóra, amely összekapcsolja ezeket az írásokat. Hát, nyilván a szövegeknek van egy filológiai történeti kapcsolódása egymáshoz, ami röviden úgy foglalható össze, hogy a 10. század vége felé él egy Yoshishige Tsutane nevű japán arisztokrata, aki kivonul a korabeli főváros, császárváros, császári udvar világából, és az akkori elsősorban kínai trendeknek megfelelően próbál létrehozni valamiféle ideális világot saját maga számára, és ez a kivonulás válik egy olyan előképpé a 12. század végén élő Kamuro Csomai számára, aki egy egészen másik kontextusban végrehajtja ugyanezt, és aztán valahogy, ahogy az utolszóban is kiderül, Bunting pedig a maga módján egy igen hasonló életet folytat. Szóval ez a történeti kontextus, ami összefűzi valahogy a három szöveget. Ugyanakkor az szerintem egy rendkívül izgalmas vonulat benne, hogy a mai filozófiai trendeknek az egyik igen divatos kifejezésével élünk, akkor az embodiment kifejezést is idehozhatjuk. Az embodiment a testben levés vagy a megtestesülés kérdését, ami az én észrevételeim szerint messze menő kiválthatja mind a három szöveget, ugyanis olyan vallási tradíciók jelennek meg egészen eltérő formában mind a három szövegben, ami messze menőkig a testhez való viszonyon keresztül érezteti az adott kornak a ontológiai alapállását. Szóval a 10. századi Japánban már 150 éve zajlik egy olyan folyamat, aminek a keretében a buddhizmus új iskolái honosodnak meg Japánban, kvázi államvallásszerű státuszba kerülnek a Shinto mellett, és ezekben a leghangsúlyosabb része a gyakorlásnak az a háromfajta test létrehozására irányul, ez a dharmakája, a szambokája és így tovább, ami valamiféle elbeszélhetetlen örök test megalkotásáról szól, amivel az ember, hogyha megvilágosodik, örökké képes élni, mondjuk nagyon-nagyon durva leegyszerűsít valami ilyesmiféle
tanításról beszélhetünk. És Józsi Zsigely ezután egy olyan szöveget írt 1982-ben, amiben pontosan ezt valósítja meg egy ilyen ideális örök világ létrehozásán keresztül. Aztán nagyot fordul a világ 200 év alatt Japánban, és az amidizmus elterjedésével, de nem kis részben a zen elterjedésével is egy olyan szemléletmód kezd érvényesülni, ahol a mulandóság kerül a középpontba, és a földi test az többé nem cél, hanem jobban Amidára hagyatkozva, amit a megváltását várva, amit a paradicsomában való újjászületésre appellálva végeznek gyakorlatokat az emberek, ami többé nem teszi vonzóvá azt, hogy egy ilyen kinti ideális világot hozzon valaki létre magának, fölépítve valóban fizikailag ezt az ideális világot egy kertben például. Ezért aztán Kamono Chomei úgy ír a testről, mint ami egyre kisebb, úgy ír az épületekről, mint amik egyre átmenetibbek, egyre mulandóbbak, szétszedhetőek, elvihetőek, újra összerakhatóak, elveszíthetőek, és valahogy a saját testéhez is ilyenfajta viszont ábrázol. Majd Bunting nyilván ehhez a tradícióhoz nyúlik vissza, amikor parafrazeálja egy szabad vers formájában a Hojo-kit, és ez megint csak a keresztény, aszketikus hagyományok, a puritán hagyományokkal egy nagyon jól illeszkedő viszonylás a testhez, az épületekhez, a mulandósághoz. Szóval amennyire én értem, ez is egy olyan kapocs a három szöveg között, ami nagyon szép keretet képez és jól tükrözi azt, hogy az adott korban milyen fajta vallásosság volt a meghatározó a különböző szerzők számára. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a végén, ahogy a végén át is tértél Bantingra, mert akkor egy picit előre volva föl is tenném azt a kérdést, talán inkább Józsefnek, hogy milyen értelemben, vagy milyen módon lehet mindannak, amit ezek a 17-13. Századi szerző Japánban és nagyon is sajátos japánsággal kimondtak, tehát milyen mértékben lehet ennek, ha ilyet mondhatunk, egyáltalán aktualitása a 20. században. Itt röviden idézném az utolsó Bantingra vonatkozó részéből azt a tőle származó mondatot, hogy mert szerint arra gondoltam, most akkor megteszem azt, amit Chomei tett volna, ha lehetősége van rá, és verset formálok belőle, már mint a Hojo-kiból. Amiről első olvasásra az jut eszünkbe, hogy azért ez nagyon is a nyugati szem olvasata, tudván, hogy Chomei éppenséggel a nagyon is kötött kínaias verses forma helyett választja az eszét, hogy rögzítse a gondolatait, miközben Bunting egy szabad verset ír, amelyben ugyanakkor klasszikus metrumot is alkalmaz. Tehát hogyan válnak aktuális ezek az ellentétek a 20. században, és persze ennek a kérdésnek az alkérdése az is, hogy Bunting portásunk-e, és hogyan válik ez aktuálissá nekünk magyar. Ilyen összetett hermeneutikai problémával állunk itt szemben, nem csupán a kérdésben ismertetett tények tükrében, hanem kifejezetten azért, mert Bunting nem eredeti nyelven olvasta a Hojo-kit. Egy genovai raktárépületben, egy septiben felállított kis könyvesbolcon bukkant rá és vásárolta meg azt az olasz fordítást 1930-31-ből, amelyre építette a saját angol nyelvű szabadversét. Az olasz fordítást egy Mucho nevezetű olasz-japanológus készítette, és tudós jegyzetekkel látta el a saját fordítását. És Bunting ezeket a jegyzeteket ráadásul fel is használta a versében. Szövegszerűen bele vannak építve, nem mindegyik, de zömük belekerült a végső változatba. Buntingról azt érdemes tudni, hogy ő a par excellence vagabond költő. Legalábbis ami a fiatalkori Buntingot illeti. A 20-as és 30-as években egy nagyon vagány, párizsi bohém életbe is belemártózó, és azután nagy költőbarátok, ha tetszik, csatlósává váló kisköltő.
kis költő, aki egész életét a költészetre tette fel, ehhez képest azonban alig 10 000 példány az a példány szám, ami az életében megjelent könyveket illeti. Nagyon vékony életműről van szó, legalábbis a költészeti életmű az nagyon vékony. Néhány nagy szabad vers, egyik a Csómely Tojamában, néhány kisebb szonett és egyéb prozódikus írások alkotják ezt az életművet. Magyar nyelven tudtommal és meglehetősen komoly kutatást végeztem, nem jelent meg Buntingról és Buntingtól egyetlen sorság. Az európai recepciója érdekes, a Csómely Tojamában olvasható lengyel nyelven, cseh és francia nyelven. A lengyel fordítóval felvettem a kapcsolatot és átküldte azokat a tanulmányokat, amiket írt, illetve a saját fordítását is, Leszek Engelkinek hívják, az egyik lengyel egyetemen professzor. Nagyon előzékeny volt és érdeklődött, hogy mégis mi a fenéért foglalkoz. Miért foglalkoznék én ezzel a különös és furcsa költővel? Ami rávezetett arra, hogy Mártonnal egyeztetve természetesen ebbe a kötetbe belemagyarázzon Buntingot, az túl a közvetlen szöveg összefüggésem az volt, hogy a buntingi magatartás nagyon is hajaz Csómelyére. A kétségtelen, hogy ez egy nyugati aszkétizmus, de a mizantrópia, az emberek világáról való leválás, a kényszerű számüzetés, a belső számüzetés és egyáltalán a 20. század első felének európai világérzése és világnézete nagyon alkalmas arra, hogy akár 800 év távlatából összevessük a középkori japán irodalom remek művével. Röviden ez magyarázza, hogy Bunting is belekerült ebbe a kötetbe. Emellett pedig szabad vers valóban, és ez a másik része a történetnek, lévén maga Csómely egy nagyon sajátos, úgynevezett japán eszéformát ír. És a kötet utószava tartalmazza ennek a különböző formai sajátosságait. Ezekről a Bunting által olvasott olasz japanológus nem egy szót. Ez az olasz japanológus írt egy könyvet is ráadásul a japán irodalomról, La Literatura Japanese, 1969-ben jelent meg. Ezt 2 évvel ezelőtt újra kiadták. Én már belelapoztam, hogy Csómelyről vajon mi olvasható, és a japán eszéről, Sakjō, egy szó nincsen. Vagyis, hogy Bunting nem volt tudatában annak, hogy ez egy sajátos műfaj. Ha tetszik, mű nem, mert a japán irodalomban ez egy nagyon szélesen, különösen Csómely után szélesen űzött irodalmi műforma. Ezért ő tulajdonképpen azt képzelte, hogy Csómely vergődik a formában, és ebből a vergődésből ki kell szabadítani a szöveget. Ezért állt neki szabad verset írni. Bunting az angol szász lírában, a lírának a pándi hagyományát követi. Nagyon jó barátok voltak ezzel a pánddal, Yeats-el is és másokkal, és ebbe a hagyományba illeszti bele a saját fordítását vagy átültetését. Ezért válhat aztán egy 13. század elejé japán eszéből 20. század elejé angol szász modernista líra. És ez a roppant izgalmas az egészben. Az olasz áttétel az csak egy stációja ennek a kuszaságnak, de hogy egy ilyen erős előfeltételek mentén hozzáférhet-e valaki egy ázsiai kultúra magasrendű szövegéhez. És ahogyan itt a közös munka során formálódott ez a könyv, bizton állítható, hogy ezt Bunting sikeresen meg. Igen, annyit tennék hozzá, hogy Bunting ráhibázott teljes mértékben elkapta a fonalat, abban az értelemben, hogy ez a küszködése Csómelynek a prózai műfajjal egészen konkrét és szöveghelyszerűen kimutatható. Sajnos az utolsó terjedelme így is hosszabb lett, mint a fordítások, összesen a 3 fordítás együtt. És
ez is csak egy nagyon vázlatos tanulmányt tett lehetővé a részünkről, de ebben külön olvasható egy kis minta arról, ahogy a kor japán költészeti standardjainak megfelelően az úgynevezett honkadori módszerét alkalmazva már meglévő elsősorban japán, másodszorban kínai verseket, verssorokat emelnek át az új költeményekbe, itt-ott átértelmezve, itt-ott visszautalva az eredeti műre, és ebből egy hallatlanul izgalmas szövedék jön létre a korabeli, a középkori érett japán költészetben. Csómely pedig azt csinálja, hogy ilyen versorokat illesztve egymás mellé hoz létre prózai szöveget. Egész bekezdések, egész alapfejezetek állnak össze ilyen versorokból, amiket aztán fordítás technikailag sem volt egyszerű megoldani, mert hogy itt valójában versorok vannak egymás mellett éve prózai formában, de az, hogy Bunting ezt veszi észre, hogy erre érez rá valahogy, és visszaalakítja versé azt, ami amúgy is vers, csak formailag nem látszik annak, mert prózai szedésbe van elég tárva. Ez egy olyan lépés, amivel valójában egészül ki teljessé a szöveg, azt lehet mondani, mert ott versekről van szó, nem prózai szövegről. Köszönöm szépen. Mindjárt az is a tervem, hogy egy kicsit belenézünk valamilyen módon ezekbe a szövegekbe, de még ezelőtt itt más irányban ezt az aktualitás kérdést egy picit feszegetve visszatérnék arra a feszültségre, amely ezekben a szövegekben megjelenik. Tudnélik arra, hogy bár a megoldásaik vagy a feloldásaik eltérők, de mindhárom esetben arról van szó, hogy egy nagyon erős feszültség jön létre a világban való működés és az ebből a működésből való kiszakadás között. Ugye ezt nagyjából úgy lehet megfogalmazni Yoshishige és Csómely esetében, hogy itt a klasszikus konfuciánus értékrend és a buddhista kivonulás, már idézőjelbe tett kivonulás kettősségével állunk szemben, Buntingnál pedig, aki egyébként, ha jól emlékszem most az utolszóra, a közgazdaságtani tanulmányaiból nyergel át a költészetre, de az élete nem ennyire fekete-fehér, tehát nagyon hosszan, ugye először visszautasítja a katonai szolgálatot, aztán mégiscsak valahogy különböző katonai rangokba kerül, tehát az ő életében is egy egészen hasonló kettősség jelenik meg. Most a kérdésem az főként itt Japánra vonatkozik, de persze a 20. század Európájára is átemelhetjük ezt, hogy ha egyszer itt vagyunk abban a japán gondolatvilágban, amit a Sintóval és a Sintón keresztül is a harmóniával szoktunk jelképezni. Ide kerül a konfuciánus és a buddhista gondolkodásmód, amelyekre bizonyos szempontból van egyfajta igény, hiszen ezért kerülnek ide, és mégiscsak úgy tűnik, hogy ezek között alakul ki a feszültség, de ezt inkább kérdezem, ezek között alakul ki a feszültség, vagy egy olyan feszültségről van szó, amely ezekben a gondolkodásmódokban úgymond idézőjelben csak megjelenik, és valójában ott van ez akár minden kultúrkörnek, amelyik. Hát, hogy minden kultúrkör mélyén ott van a felől, nekem nem sok kétségem van, de hogy nem ilyen formában jön elő, azt is gondolom. Amennyire nekem rálátásom van a helyzetre ebben esetében, én valahogy úgy látom, hogy az ókori, késő ókori, koraközépkori Japánban a Sintó az egy meglehetősen artikulálatlan népvallás, ilyen hiedelemvilág szintjén van jelen az átlag emberek életében, és van egy állami része, ahol pedig az udvar megrendelésére bizonyos ecélre létrehozott szentélyekben rituálikat végeznek.
És a Sintó ilyen értelemben a természettel való harmóniát biztosítja, az embert arra emlékezteti, hogy a természetnek a része és elégedhetetlenül az. Ehhez képest, amikor a buddhizmus megjelenik, és ez egy igen durva leegyszerűsítés, amit mondok, olyan fajta gyakorlatokat hoz be Japánba, amelyek mintha arra utalnának, hogy az embernek a saját természete ellen kell harcolni azért, hogy különböző aszketikus, meditatív, rituális és egyéb gyakorlatokon keresztül megvilágosodhasson. Tehát itt valahogy nem a természetbe való beleolvadás és az azzal való harmónia, ami előkerül, hanem jobban az attól való elválás, ha attól való különbözőség és az erőfeszítéseken keresztül való mind nagyobb eltávolodás, ami valahogy megvalósul a különösen a szerzetesség kialakulása idején, ami a 9.-10. Századtól valósul meg Japán esetében. Úgyhogy valamiféle feszültség mindenképpen van a kettő között, és hát természetesen Kamono Chōmei esetében ez ugye egy élettörténeti vonatkozással is kiegészül. Kamono Chōmei apja a császárváros egyik nagyon neves Sintó szentélyének volt a szuperintendense, és maga Kamono Chōmei is úgy nőtt föl, hogy erre a pozícióra várt. Az volt a reális életpálya az ő számára, hogy igen magas oktatásban részesül, és ezt követően örökli majd a beivatását. És mivel erre nem került sor, elsősorban akkor politikai viharainak köszönhetően, ő maga 30 évesen hátat fordít ennek az egész világnak, nem vár tovább arra, hogy majd kinevezik az apja pozíciójára, és ilyen formán ez a buddhizmusban való megnyugvás valahogy az ő személyes élettörténetében is indoklással el, hogy miért nem a Sintóval foglalkozik, hanem a buddhizmussal. Köszönöm szépen. Az előbb ezt már kijelentettem, de akkor ismét kérdezem, hogy jelenik meg hasonló feszültség a 20. században bármilyen esetében. Igen, akárcsak Chōmeinél itt is életrajzi adalékokkal lehet szolgálni. Panting Észak-Angliában született, Northumberlandben, ez a legészaki angliai megye, és az ottani nyelvjárást örökli meg. A család Quaker, és a Quaker hitnek a tükrében az első világháborúban Panting pacifistaként nem hajlandó részt venni. Nem sokan voltak ilyenek, mind börtönben végezték, és a rabokat a börtönőrök azzal kínoszták, hogy egy egész sülcsirkét tettek a cella ajtó elé. Majd ebből a börtönből kiszabadulván megkezdi ezt a korban az avantgárd költőkre jellemző életvitelt és életmódot, de közben, ha tetszik, véresen komolyan veszi a költészetet. És az a feszültség, ami Chōmeinél érezhető, és amely Banting számára bizonyosan hízelgő is lehetett, külvilág és a belső élettapasztalat között, vagy a belső világnézet között, az őt is jellemzi. A Chōmei Toyomában című szabad vers, verses átirata a Hōjōkinak szövegszerűen bizonyítja ezt, de Banting életvitele fennmaradt levelei, barátaival való nem ritkán komoly összetűzései szintén alátámasztják. Egy olyan költőt érdemes magunk elé képzelni, aki nagy műveltséggel rendelkezett, és nem csak az irodalom terén. Komoly műfordítói teljesítménye volt, elsősorban perzsa nyelvből, és a perzsa nyelvnek köszönhetően azután majd Iránba, Teheránba kerül, és nem akármilyen foglalkozást fog bízni, kém lesz. A brit hírszerzésnél az MI6 aktája, az mind a mai napig kutatható. Tehát ő egy James Bond, egy költői James Bond. A 30-as években, amikor az átiratot készíti, akkor még csak egy avantgardista, modernista Pound követő. De ezzel a Pound maga mondja azt, hogy a Chōmei Toyomában az elszakadt tőle. Formai sajátosságai tekintve persze a modernista mozgalom részének tekintendő, de végső üzenetét tekintve már nem.
És Bunting a nagy verseit általában zenei formákra húzta rá, ezek szonáta formák. Ugyanis kitűnő zenekritikusként tevékenykedett 20-as években, a zene szeretetét az anyai ági felmenők jelentették számára, Bach kantátákat kedvelt, Beethoven gonosznéje, utolsó gonosznéjeit kifejezetten szerette, ezekről komoly írásai is megjelentek, William Byrd-öt, Williams-et, és így tovább lehetne sorolni azokat a zeneszerzőket, akik hatottak a költészetére. A Csomely tojamában azonban itt is kivételt jelent. Ugyanis jól lehet metrikus, van egy metrikai bázisa a versnek, de elszakad ettől a szonátai felépítettségtől. Úgyhogy minden abban az irányban mutat, hogy egy kivételes életrajzú költő, kivételes verse ez, a nem túl bűre szabott életműből. Most ami a metronomot illeti, itt is egy különösséggel van dolgunk, ugyanis eredetileg valóban görög metronommal írta meg Bunting a verset. Majd abbéli meggyőződésében, hogy az irodalomtudósok, akik úgyis csak a költőknek a kripta hidegét tudják megszagolni, semmi más, ők majd számon kérik tőle, hogy az éj és az éjjel, tehát a határozott és határozatlan névelők, azok hosszú vagy rövid szótagúak-e, és hogy miért úgy van, miért nem másképpen. Tehát egyszerűen szakmai, költészet szakmai indokok vezették arra, hogy feltördelje úgy a szöveget, hogy mint egy elrejtse bennük az eredeti metrumot. És egy barátjának írja nagy hegykén az egyik levelében, hogy az, aki majd egyszer felfedezi a Csomely tojamában a ritmikai bázisát, olyan örömmel fog eltölteni engem, hogy a csontjaim táncra perdülnek a síromban. Most bízom benne, hogy kopognak azok a csontok, mert egy-két helyen valóban sikerült felfejteni ezt a metrumot, de azért ez nagyon el van dolgozva. Tehát ezt nagyon nehezen lehet kihallani az angol szövegből. A nyelvjárás pedig azért bonyolítja a szöveg értését vagy értelmezését, mert egyrészt vannak bizonyos szavak, amelyeket csak ez az észak-angliai nyelvjárás használ, nem sok, de akadásban ilyen, illetve Buntingnek volt egy nagyon jellegzetes kántáló szavalása ezen a nyelvjáráson. Az internet korában már meg lehet hallgatni, meg van osztva néhány Bunting felolvasás, és ezeken bizony nagyon jellegzetes, pörgetett errek és nyújtott mássalhangzók hallhatók. És a 60-as években, mikor Bunting igazán népszerűvé válik a modernista líra követői körében, akkor az a felolvasó estjeit ilyen nyelven, ebben a nyelvjárásban is ilyen, ha tetszik, prozódiával olvasta fel. A Csomé is korábban is felolvasta, de sajnos erről nem maradt fenn felvétel, úgyhogy nem tudjuk visszaigazolva látni, hogy ott is követte ezt a formát, de más versében nagyon is. És ez nagyon érdekes ízt adott a versenynek, amit nyilván angol füllet kellene hallgatni, ha mi is szeretnénk átérni ugyanezt. Igen, és akkor most, hogy rátérünk a főre, egy kicsit talán mélyebbre menjünk a szövegekben. Én kimásolgattam magamnak az eredetiből részeket, ezt nem fogom mind felolvasni, de talán első nekifutásra Jászatani művéből egy szakaszt felolvasni. Azért, mert számomra úgy tűnt, hogy talán ha össze lehet hasonlítani, akkor ennek a fordítása a magyarországon. Japán mű közül, tehát felolvasni a fordításra egy szakasz. Éveim száma lassan eléri az 50-et, és úgy esett, hogy van egy kis otthon. A csiga elégedett házában, a teti jól érzi magát a ruha varrásában. A fűr kiságon lakik, nem vágyik tenk hatalmas erdőségeibe, a béka kanyargós út mélyénél, mit sem tudva a két tenger határtalan nagyságáról. A ház uraként, mintha írnoki tisztséget viselek, és az udvarban szívem olyan, mintha a hegyekben élnék. Hivatalt, rangot a sorsra bíztam, az ég cselekedetei úgyis igazságosak. Hosszú élet, korai halál, ég és föld dolgai ezek, én pedig elég régóta imádkozom már. Nem élvezem, ahogy az ember szárnyaló madarakat utánoz, sem amikor körben bujkáló leopárd módjára a hegyekbe vonul, de nem való térden hajtania,
térdet hajtani, a földig hajlongani, a sem, keresve uralkodók és nemesek, hadurak és miniszterek kegyeit, és ne tartózkodjon a szavaktól, sem a megjelenéstől, lábanyulát, mély hegyek, sötét bővölgyek keresve. Az udvarban egy időre átadom magam az uralkodó szolgálatnak, otthon azonban szívem minduntalan Buddha felé fordul. Akkor nemes egyszerűséggel arról kérdezném Marcit, hogy milyen ezeket a szövegeket fordítani? Tehát miért nehéz ezeket a szövegeket fordítani? Hát a Csitegi esetében, ami érzésem szerint mindent meghatároz, az, hogy ez egy kínai nyelvű szöveg. Tehát, hogy a 900-as évek végén még éppen, hogy az első japán nyelvű prózai szövegek születnek Japánban, a hivatalos írott nyelv, ha lehet ilyet mondani, ez a klasszikus kínai nyelv. A férfiak szinte semmilyen más nyelven nem írnak, kivéve a japán verseket, de ez is még ekkoriban alakult. Ezért fordítás technikai szempontból a kérdés az, hogy a klasszikus kínai nyelv milyen sajátosságokkal bír. És Yasutana esetében azt lehet mondani, hogy ő pont azáltal fejezi ki részben a válaszát a kor általa érzékelt kihívásaira, hogy ragaszkodik, szinte szolgaian ragaszkodik és köti magát a klasszikus kínai próza szövegalkotási szabályaihoz, ami egy nagyon feszes, nagyon szikár, ilyen díszítő elemek nélküli nagy szókincsel dolgozó, sok idézetet magába olvasztó, eredetiséget sok szempontból nélkülöző szöveget hoz létre. Én fordítóként az egyik legnehezebb problémának azt találtam, hogy a klasszikus kínai nyelv nem nagyon tartalmaz kötőszavakat, alig találunk benne olyan kifejezéseket, mint a magyarban az mondjuk, hogy, úgy, ahogy, olyan, így, és szinte ilyen kijelentő mondatok soráról beszélhetünk, ami egy nagyon sajátos ritmussal látja a szöveget, és sokszor nekem az volt az érzésem, hogy a között kell döntenem, hogy vagy egy magyartalanabb, direktebb fordítást hozok létre, amit én jobbnak láttam, így aztán sok helyen a szövegben van egy valamiféle idegenségérzet számomra legalábbis, amikor újraolvasom mindig. Vagy pedig csinálok egy magyarosabb szöveget, sok kötőszóval, ami érthetőbb, ami nekünk folyékonyabb, ami kevésbé töredezett. De én úgy éreztem, hogy ez nem adná vissza pont azt, amilyen ez a szöveg. Ezért ebben igyekeztem valahogy minimálisra szorítkozni a magyar ritást tekintve. Követtél ebben valamilyen mintákat? Akár hasonló szövegek, magyar fordításait, nagyon nagy számban mondjuk nem léteznek ilyenek, akár ennek a szövegnek más nyelvű fordításait? Igen, az egyik minta, ami mindenképpen előttem volt, az a szövegnek a úgynevezett kanbun kundoku változata, mert hogy Japánban kialakul egy olyan olvasási mód a 8. 9. század körültől, amiben a klasszikus kínai szövegeket olyan módon olvassák, hogy megváltoztatják a szórendet a japán mondatszerkesztés szórendjének megfelelően, és ellátják minimális számú, kezdetben minimális számú nyelvtani elemmel, ami a japán mondatot mondattá teszi. És ez egy annyira japántalan, annyira nehezen érthető, ugyanakkor annyira minimalista szöveg stílust hoz létre, ami önmagában nem is igen érthető, a legtöbb szöveg esetében sokkal könnyebb a kínai eredetit olvasni, mint egy ilyenfajta japán szöveggel elbírni, mert a japántalan, sem nem kínai, sem nem japán. Ugyanakkor a szitársága ennek a stílusnak az sokat segít abban, hogy
látszódjék, hogy milyen volt az, ahogy ezt a japánok olvasták a maguk korában, ha japánok próbálták olvasni. Egy másik nagy támaszom ebben a német nyelvű fordítás volt, ami a Hojoki esetében is nekem sokat segített, mert úgy láttam, hogy az angol fordítók, legalábbis azok a fordítások, amik számomra elérhetőek voltak, azok rendre igyekeztek egy folyékonyabb, magyarázóbb fordítást létrehozni. A német fordítók meg én úgy láttam, hogy valahogy nagyon pragmatikusan ragaszkodnak az alapszöveg mienségéhez, és ez engem is felbátorított sok módon, hogy akkor ezt kövessem, ez egy választás, és ebben az értelemben tudok róla, hogy lehetett volna másnak is fordítani egy csomó mondatot mind a két szövegben, de ezt választottam, és jó választásnak érzem. Hát akkor azt lehet mondani, hogy az elsődleges cél az az volt, hogy ez tulajdonképpen fél úton legyen, tehát egyfelől olvasható legyen a mai olvasó számára, de azért ne is távolodjon el olyan mértékben az eredetitől, mintha egy ma született szöveg volna. Így van, ami egy ilyen állandó egyensúlyozást jelent az érthetőség és az érthetetlenség, az idegenség és az ismerősség között. Például ennek az eredménye az, hogy lehet tapasztalni mind a két szövegben, bár erre még nem nagyon tértünk ki, különösebben csak jelzem itt zárójában, hogy a Hojoki az már japán nyelven születik, nem kínaiul, de mind a két szövegben például a szóismétléseket lehet látni, egyszerűen azért, mert nem akartam magyarítani a stílust olyan értelemben, hogy kihagyok szavakat, amik kihagyhatóak lennének a magyarból is érthető volna. Tehát, hogyha szerepel egy bekerülésben négyszer az a szó, hogy ember, akkor azt ott látja a magyar olvasó is, hogy az ember, mert valahogy fontosnak éreztem, hogy ez szerepel ott az eredetiben. Amíg érthető, még ha egy kicsit zavaró is, vagy éppen nincs ott valami, amit nem elbada tennünk, addig én próbáltam megmaradni az eredeti szöveg sajátosságai mellett. Köszönöm szépen, és akkor rá is térnék közvetlenül ide kapcsolódva a Hojoki szövegére, ami már valóban egy japán szöveg, egy rövidebb szakaszt ebből is azért felolvasni. Lám lenyugszik életem holdja, és kevés maradt már csak a hegygerinc közel. Rövidesen el kell indulnom a túlvilágra vezető három ösvény sötétsége felé. Mi dolog miatt is bánkodni, mondha tiszteletre méltó tanításának lényege, hogy a szív semmi dolognak rabjává ne váljon. Így fűkunyhom szeretete is vétkenné válik, ragaszkodásom a békességes nyugalomhoz is bizonnyal akadályom már lesz. Miért töltöm hát drága időmet haszontalan örömök elbeszélésével? És itt arra is kérnélek, hogy akár a stílus, vagy akár a tartalom kapcsán erre a bizonyos múlandóságra, a mucsóra, tartóság hiányára, ami ezek, főleg ebben a szövegben itt állandóan újra visszatér, tér ki. És bocsánat, itt ezt elfelejtettem az elején külön megemlíteni, hogy a kötetben találhatunk néhány szép kalligráfiát is, amelyet Szobcsán Ferenc Zsolt munkái és rendre ezt a két mucsó olvasható írásjegyet ábrázolják különböző formákban. Tehát hogyan lehet ezt a mucsót a stílusban is megjeleníteni? És milyen különbséget érzel akár a Csitejki és a Hojoki szövegek között, illetve a két magyar fordítás között? Szóval a mucsó, a mulandóság, magyarra úgy is szokták fordítani ezt a szót, hogy az állandótlanság, abból kiindulva, hogy a Joe írás érzel azt jelenti állandóság, és ez talán a hasznunkra válik ebben az esetben, mert hogy egészen kontrasztos a két szöveg olyan szempontból, a Csitejki és a Hojoki szövege, hogy ahogy említettem az előbb is, a kínai szöveg az egy rigorózus iskola példája annak, hogy hogyan kell klasszikus kínai prózát írni. Ami szabályt be lehet tartani, azt igyekszik betartani az utána.
ami merevség létezik, az minden benne van, az összes sematikus természeti kép, az összes kötelező konfuciánus idézet, az összes strukturális elrendezése vonatkozó szabály, ahogyan a köz ügyeitől halad az egyéni ügyek felé, a történetitől a személyes felé, és ezzel szöges ellentétben áll a japán esszé, a Zuhicu műfaja, ami már gyakorlatilag minden ilyen kötelező elemet nélkülöz, aminek nem szükséges, hogy legyen egy szigorú tartalmi struktúráltsága, nem nincsenek olyan elemek, amiknek elő kell fordulnia benne, nincsenek nyelvi megkötések, hiszen gyakorlatilag ez az első olyan egybefüggő szöveg, ami ezt a műfajt kiterjedett formájában képviseli a japán irodalomban. Tehát minden módon arról beszélhetünk, hogy itt az állandótlanság megjelenik a szöveg műfaján keresztül is. Semmilyen szabályt nem tart be, amit a korábbi korokban kötelező lett volna betartani. Öntörvényűen verseket vesz bele egy prózai szövegbe. Öntörvényűen olyan klasszikus kínai mondatszerkezeti elemeket vesz át a japánba, amiket addig nem lehetett megtenni, és azóta sem. Ez látszik az írásképen is, ahol a mondatokba belefolynak a japánul írt, meg van egyébként a szerző kézírásos szövege, tehát hogy ezt a mai napig ismerjük, és ott jól lehet látni, hogy bizonyos mondat részek klasszikus kínaiul vannak beleírva a japán szövegbe. Tehát számos olyan újítást találunk benne, ami formai szempontból abszolút a mulandóság vagy az állandóság hiányát képviseli. Egy másik dolog, ami fordítás technikai szempontból komoly kihívást jelentett, azon túl, hogy ezt valahogy követni kellett, ezt az öntörvényűséget a szövegben, hogy szemben a Csitejkivel, ami nagyban támaszkodik a klasszikus konfuciánus értékekre, konfuciánus szövegekből veszállt idézeteket, amiket kikeresgethettem mondjuk a beszélgetések és mondásokból, és egyszerűen a tőkei féle fordított félmutatókat bele lehetett emelni a magyar fordításba. Ezzel szemben a Hōjōki számos olyan kifejezést tartalmaz, akár a felolvasott szövegrészletben is ezt észrevehettük, ami komoly buddhista teológiai háttérismereteket tételez rá az olvasó részéről. Tehát olyan keretbe helyezi az írást ezeken a kifejezéseken keresztül, a szútra idézeteken keresztül, a különböző buddhista alakok neveinek a használatán keresztül, Kamono Chomei, ami ha nem is teszi érthetetlenni a szöveget ezek nélkül, legalábbis nagyon komoly gátat szab annak, hogy pontosan miről is van itt szó. És ebben szintén egy jelentős kihívást képviselt számomra az, hogy választani kellett, hogy például amikor azt írja, hogy a szív ezt meg ezt csinálja, a szív összezavarodik, a szívben ez van vagy az van, a három világ csak az egyetlen szívben él, ezek szútra idézetek jó részt, ott számolnunk kell azzal, hogy mondjuk a magyar nyelvű vagy az angol nyelvű buddhista szövegfordítások azt az írásjegyet, amit eredetben a japán nyelv a szív, vagy a kínai nyelv a szív szójelölésére használ, sokszor tudatnak fordítják, máskor léleknek, és valami tudatállapot lett belőle. És ettől ez egy ilyen teológiai értelmezési kérdése is válik, hogy itt vajon mi az, amire utal a szerző pontosan. Én ebben is követtem a német szerzőket, pontosan a fordítókat, ahol azt láttam, hogy konzekvensen ragaszkodnak az írásjegyeknek az eredeti jelentéséhez, és én úgy találtam, hogy ez érthetővé teszi olyanok számára is a szövegeket valamennyire, akik nem járt a zsagó buddhista, nem is tudom, vallási elméletekben, vagy korabeli szövegekben. De mindenképpen ez egy nagyon nehezen megoldható kihívást jelentett, mert olyan mennyiségű utalás van ilyen vallási szövegekre, vallási gondolatokra, ami vagy azt követelte volna meg, hogy egy
nagyon alapos jegyzetapparátussal lássuk el a fordítást, és akkor azt tette volna ki a fordítás terjedelmében a kötetünk másik felét, erről mondtunk le. A másik lehetőség az volt, hogy írunk egy terjedelmes utolszót, és ebből bizony kimaradnak a konkrét szöveghelyek, tehát hogy a konkrét szöveghelyek szintjén nem segít értelmezni az egész írást, viszont azt gondolom, hogy sikerült adni vele egy olyan értelmezést az egész történeti kontextusnak, amin keresztül mégsem zavaróak ezek a szövegrészek, ahol nem egészen tudjuk, hogy miről van szó, hanem látjuk magát a szútrát, például végész csomely. Még annyit megkérdeznék ezzel kapcsolatban, hogy kiknek szól tulajdonképpen ez a szöveg, már itt az eredeti Ócsóki szöveg a korban? Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés. Hát én azt gondolom, hogy az írni, olvasni tudóknak, ami helyből szűkíti a dolgot a nemesség, az arisztokrácia köreire. Ez a maga korábban egy nagyon divatossá váló műfaj volt, udvarhölgyek írtak még eszéket, és más buddhista szerzetesek írtak még eszéket, és olvasgatták egymásnak az eszéit. De azt lehet mondani, hogy a japán műveltség, az írott japán műveltséggel bármilyen kapcsolatban kerülő összes későbbi kor a Hōjōkit kiemelten kezeli. Nem ritkán méltatják úgy, mint a legszebb japán szöveg, amit írtak valaha. Ez persze vitatható és nagyon szubjektív értékelést jelent, de legalábbis a középkori japán ember élet szemléletének teljes foglalta, ahogy fölfogták egészen a 19. századig ezt a szöveget. Úgyhogy ilyen módon azt lehet mondani, hogy ez egy mindenkinek szóló szöveg volt Japánban, csak sokan nem értek hozzá, mert nem tudták elolvasni. Köszönöm szépen. Most megpróbálkoznék egy Bunting részlettel, de már kicsit remélek ezen. Barátok ábrándoznak gazdagok javairól, barátok dörgölőznek a magasrangúakhoz. Ha egyenes maradsz, nem lesznek barátaid, de lesz bélhúr és virágzás időben. A szolgák kimérik hűségüket a mellékelt juttatások arányában, mit is törődjenek békével és nyugalommal. Városban több is csúran, padlom én söpröm, kevesebb hűhok. Gyalogjárok, elfáradok, de nem kell aggódnom ló miatt. Kezem és lábam nem lebzsel, hanem nézek oda. Nem is hajszolom túl őket, de még az egészségemnek is jót tesz. Kabátok, licínia len, takarom kender, bogyók és friss zöldség az étel. Hogy világos legyen, mindez merőben személyes. Nem prédikálok az egyszerű életről azoknak, akik élvezik a gazdagságot. Azt kérdezném, hogy miben más fordítani ezt a szöveget, tudva mindazt, amiről beszéltünk, hogy ő ismerte a Csomály szöveget, de olaszból, hogy ott van ez a metrum, de még sincs. És ugye tudjuk, hogy a magyar nyelv azért alkalmas a versmértéke kezelésére, de ezeket itt valahogy el kell rejteni, hogy visszaadni az eredetet. Igen, az elrejtés az aztán a kisebbik probléma volt, az nem volt olyan nehéz. Igyekeztem a szöveg ritmusára odafigyelni. Igyekeztem Bunting szavalási tónusát elsajátítani, és abban megismételni a verset, szigorúan otthon és egymagamban, nem közönség előtt. És odafigyelni azokra a verset nehézkessé tevő fordítástechnikai, szöveghermeneutikai összefüggésekre, amelyek egy-egy szó erejéig jelentettek kihívást. Gondolok itt olyan kifejezésekre, mint a chance covers, vagy a not to be fooled it. Az utóbbi például egy Shakespeare utalás. Jól lehet a magyar fordítók itt a to fooled igét nagyon könnyedén bejár, befut, stb. Igékkel fejezik ki, de ez az angolban nem egy bevett szó.
és kellett egy olyan szót találni a magyar nyelvben, amely hasonló, maga hasonló ritkaságával felhívja a figyelmet a versoron belül, és ez lett a lót. A lótni futniból, amit régen lótként, sőt lótó és különböző ragozott alakjaiban használt a magyar, csak ez kikopott. Ugye aztán ilyen kis trükkökkel élni kellett, hogy a vers eredetiségét alá lehessen húzni. Ezen túl pedig összességében a ritmusra odafigyelni. Ugye a vers mégiscsak egy finom szerkezet. És a fordítás során az ember elveszhet úgy a részletekben, hogy erről megfeledkezik. És ilyenkor érdemes nyilvánvalóan eltávolodni egy kicsit a verstől, és az egészet együtt újraolvasni, és újraolvasni, és újraolvasni. És minden egyes olyan kifejezést, amelyet nem igényel a magyar nyelv, azt kivenni belőle. Tehát tömöríteni. Ezért is volt nagyon fontos Banting számára a dichten német szó, amelyből származik a dichter, a költő a német nyelvben, de az eredeti jelentése azt mondja nekünk, hogy sűríteni, tömöríteni. Tehát a költő a németben tömörít. És Banting ezt nagy hurrá optimizmussal vette tudomásul, mikor egy olasz-német szótárban megtalálta a kondenzáre megfelelőjét, és a dichten. Tehát a sűrítés eszközével kellett még élni. Köszönöm szépen. Még egy tartalomra vonatkozó záró kérdésem lenne. A záró tanulmány egy pontján azt olvassuk, ezt most nem idézem, de azt olvassuk, hogy a hiába a valóság és a szenvedések nyomán, itt ugye a Holzsófiről van szó elsősorban, az egyéni karakter, ezt viszont idézem, tehát ez van az záró tanulmány, az egyéni karakter jelenik meg. Azt szoktuk ugye mondani, hogy a nyugati olvasó számára, vagy nem csak olvasó, a nyugati megérteni vágyó számára az egyik legnehezebb dolog a kelet-ázsiai, vagy a sinocentrikus kultúrkör művei esetében az, hogy nem az individuum áll a középpontban. De akkor ezek szerint mégiscsak a szenvedés kihozza az egyént, a közösség tagját? Ezt mondom. Ez egy nagyon érdekes megfogalmazás, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül. A középkori japán irodalomban számos olyan művet ismerünk, amiket ha olvasunk, akkor tüneményes és imádnivaló és megmosolyogtató alakokkal találkozunk. Férfiakkal, akik mennek a lovon, Ise Monogatari kezdőkép, és találnak egy virágot, és elkezdenek zokogni a szépségétől a virágnak. Vagy a szerelmük az udvarhölgy, hogy nem fogadja őket be, és 99 napon és éjjel át az asszony küszöbét harapdálják, majd a 99. éjszaka megfagynak, mikor a 100. napon fogadta volna őket be az udvarhölgy. Olyan naív, olyan sematikus, olyan egydimenziós karakterekről beszélünk, amik teljességgel nélkülözik a realitást. Ilyen mesehős szerűek, olyanok, mint Jancsi és Juliska, vagy még inkább olyanok, mint bármilyen magyar népmesében egy karakter, a legkisebb királyfi. És hogy Csomai esetében pontosan mi az, ami miatt ennyire háromdimenziósá tud válni a szerző, ez egy nagyon jó kérdés, hogy elég-e egy hányatatott életút ahhoz, hogy kihozza ezt valakiből, ezt nem tudom. De az ő esetében ez tényszerűen megtörténik. Az is tény, hogy ilyet nem láttunk a korábbi japán irodalomban, sőt a későbbiben sem sokat. Itt utalnék a múlt hét egyik nagy és örömteli eseményére. Kazuo Ishiguro Nobel-díjat kapott irodalomból. Egy Nagy-Britanniában felnőtt, de Nagasaki születésű japán íróról beszélünk, és
És Igorban méltatásában is pont arról van szó, hogy egyébként volt az indoklásban, hogy mértük meg, hogy a szenvedést annyira személyesen tudja ábrázolni. Személyesen és ugyanakkor mégis ilyen illékonyan. És aki olvasott már Ishiguro könyveket, vagy angolul írta a műveit, vagy írja a műveit, tehát elérhető bárki számára, japánul csak fordítása jelennek meg a könyveinek. Aki olvasott már Ishigurót, vagy fog olvasni, és összeolvassa a Hozsókivel, én szerintem sokkal sorsára tud felfedezni a kettőben. És valahogy lehet látni, hogy a szenvedés bizonyos esetekben ide vezet, de nem mindenki kap Nobel-díjat, és nem mindenkiből lesz Kamancsó, úgyhogy ez önmagában mintha kevés lenne. Olyan aprólékosan kidolgozott a személyesség az egész műben, olyan sok kis ponton érződik az ő saját mérlegelése, az ő saját álláspontja, az ő saját cinizmusa, ami igen ritka a későbbi évszázadok japán irodalmában is. Úgyhogy valahogy ilyen apró pontokból tevődik össze ez a élőváló karakter, de érzésem szerint ez az egyik fő oka annak, hogy ez nem került a süllyesztőbe, mint annyi más hasonló mű, hanem a mai napig olvassák és memoriterként tanulják a japán iskolások, tudomásom szerint a bevezetőjét például. Szóval valahogy ez a személyesség olyan, amiben mindenki bele tudta vetíteni magát, és sokkal könnyebben empatizálunk és képzeljük magunkat oda, mint az ilyen jóval sematikusabb karakterek helyébe. Nagyon magát a kérdés, hogy ezt teszi Banting? Banting valami ilyesmit tesz, zárójelbe tesz egy teljes buddhista értelmezési kört, ezzel nem akar foglalkozni, erről neki van egy határozott véleménye, amely döntően különbözik az olasz fordítóitól, ettől a professzorétól, illetve ami nagyon egyivásúvá teszi Csumellyel, az egy levél, azt egy levélvel lehetne a levél részletben megvilágítani leginkább. Pound, az ő nagy patronusa, barátja, Rabindranath Tagore-nak írt egy levelet Buntingról, amelyben ajánlja ezt a perzsául kitűnően beszélő angol költőt, majd hozzáteszi, hogy nem fog feloldódni a hasznosság hitvány rendjében. Ez is Banting, és azt hiszem, hogy ez is nagyon tanulócsú. Köszönöm szépen, akkor tényleg zárásképp csak annyit kérdeznék, hogy várhatjuk-e, hogy hasonló művek, hasonló akár összeállításban, akár egyenként a közelebbi távolabbi jövőben tőletek, vagy a fordítói műhelyből kikerülnek? Én volt már egy ideánk, állítólag Heidegger fennmaradt naplóiban vannak bizonyos szakaszok a japán filozófiát illetően. Ezeket jó lenne majd megnéznünk, ez még előttünk áll. De hasonló összeállítású kötetre valószínűleg nem lehet számítani. Mert nagyon ritka az ilyen áttétel. A keleti és a nyugati író, vagy jól lenne, hogy nem lehet. Köszönöm szépen, akkor végül azt a lehetőséget nyitnám még meg a közönség számára, hogy kérdezzenek, hogyha van esetleg bármi, ami elmerült. A tisztelt vendégeket kérem arra, hogy vegyék személyesnek, valóban megéltem, amennyi kevés időm volt, hogy kijegyzeteljem a fűkünyfó részleteiből azt, amit fel fogok olvasni. A belőle élők néhány tucatnyi, közeli család, egyik a másik után odébb váltak. Később az uraság visszajött ugyan, de nem építette újjá. Gyermeke unokája is sok volt, de nem maradtak hosszan. Kapuját benőtte a vadrózsa és a szeder, rókák és nyest kutyák
lesték benne tanyájukat. Bizony, ami az ilyesmi dolgokat illeti, világos, hogy az ég teszi tönkre a nyugati városrészt, nem az ember. Néhány mondat azzal kapcsolatban, hogy három vallást említette. Erdő Péter magyar római katolikus bíboros prímás kezdeményezésére és részvételével elindult egy zsidó-katolikus párbeszéd a két vallási közösség szellemi vezetői között, a közös pontok és az őket összekötő hagyományok keresésére. Az első 2012. április 18-án tartott összejövetelről, idézem ide Radnóti Zoltán magyar zsidó rabbi gondolatát, a zsidó ima rendben belüli záró ima szavairól, amelyek szerint minden embernek törekednie kell a világ megjavítására. És itt csatolok Konfuciusz filozófiájához, ami Müller Péter író 20 évig dolgozott, ez a négy táj, ez a négy égtáj Magyarországon, és amit ebben a zseniálisan megírt könyvben olvastam, ma napjaimban, akinek nincs a védő a homlokán, nem azért, hogy az izzadságot levédje, valóban tapasztal. Köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen. Van esetleg bárkinek kérdése, észrevétel? Ha nincs, akkor köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek, és nagyon köszönöm a fordítóknak, hogy válaszoltak a kérdéseimre. És jó olvasást kívánok mindenkinek a műhöz, amely már kapható a gondolatkiadó gondozásában. Én pedig még annyit szeretnék mondani, hogy ezen a helyen is köszönjük a Japán Alapítvány támogatását, mert hogy a könyvkiadás az ő segítségükre vált lehetségessé. Köszönjük szépen a részvételt!